Szeretem volna olyan klubba igazolni, amiről azt éreztem kívülről, hogy illene hozzám. Jó az energiája a klubnak, szurkolók, meg a hangulata az egésznek, ahogy csak a tévéből is néztem. És ez, amit akkor gondoltam és éreztem, ez ideig nekem teljes mértékben bevált és bejött. Nagyon szeretek itt lenni, szeretem a csapatnak a hangulatát, a szurkolás, szóval minden egyes pillanatát szeretem az itt létemnek. A játékos társaimmal szerencsére jó a kapcsolatom, és az egész klub filozófiából úgy érzem, hogy bele tudok illeszkedni. Egy átlagos nap nálunk úgy telik, mondjuk amikor reggel van edzés, amúgy iskolán kelek, hál' Istennek a gyerekek miatt, szóval nincs gondolom az ébredéssel. Ilyen fél hét körül felkelünk, megcsináljuk azokat a dolgokat, amiket a gyerekekkel ébredés után, reggel is, stb. Ilyenekre szükség van. Aztán én általában hamarabb elindulok, mert azért edzés előtt szeretek odaérni jóval korábban, hogy fel tudjak készülni mindenre, ami aznap lehet edzésem. Ha délután van, és akkor általában én viszem a gyerekeket óvodába, bölcsödébe. Azt szeretem bevállalni, mert én is legalább akkor részt veszek a családnál, az életbe. Amúgy edzés után hazajövök, így szoktam ebédelni itthon. Utána délután, amikor jönnek haza a gyerekek oviból, bölcsiből, akkor általában váltok menni értük. Hál' Istennek ilyen fél négy körül, vagy a bölcsiben azért hamarabb. És utána pedig vagy játszunk időjárástól függően, itt szerencsére a környéken nagyon sok jó programot lehet csinálni. Annyit mondjuk oda kell figyeljek mindig azért, hogy olyan programot csináljunk, ami könnyebb, mert nyilván az edzés az első, és figyelni kell arra, hogy friss maradjak. Általában itt elnek az edzésnapok. A mesnap azért az más, mert nyilván akinek családja van, azt tudja, hogy két kisgyerekkel más aludni. Ilyenkor figyelünk arra, hogy jól tudjak aludni. Nyilván szerencse kérdése is, de általában a feleségem sokat segít ebbe, szóval tudok mindig jól pihenni meccs előtt. Keszthelyre költöztünk, mert Budapesten laktunk, Budaörsön. Ott van az otthonunk. És a feleségemnek a munkája miatt, mert azért ő többször jár föl Budapestre, szerettünk volna olyan helyet találni, ahol talán kicsit még visszanyer ebből a időből, így ő is könnyebben följár. Nekem igazából napi fél óra ez kocsival, kiszámítható forgalom, szóval könnyen bevállalható volt számomra. Szeretünk itt lakni. Zalaegerszeg egy hónapot laktam, amikor odaigazoltam januárba, de végül itt találtuk meg azt a családi kis lakásunkat, ahol be tudtunk rendezkedni most. Az első NB1-es mérkőzésem 18 éves voltam. Védőként ez egy jó korai kor, de akkor mi az MTK-ban nagyon sok játék lehetőséget kaptunk, fiatal játékosok. Nyilván aki adott férni. Jobb védőként kerültem pályára Siófok ellen. Volt Józsibának egy emlékezetes megszólalása. Kérdezte, amikor felálltam a kispadról, hogy izgulsz kicsi? És mondtam neki, hogy hát picit igen, és mondta, hogy ne izguljál, izgulok, miért rakszak be? És ez az egész mondat, ez levette rólam a terhet, és jól éreztem magam a pályán, nem mondom, hogy életem meccse volt, nem a posztommal játszottam, de nagyon jól éreztem magam, és büszke voltam, hogy bemutatkozhattam NB1-be. Volt a pályafutásom eddigi szakaszában sok olyan eredmény, amire büszke vagyok. 5 kupa döntőn vagyok túl, abból 2 sikerült meg is nyerni, 3-an kikaptunk a döntőben, második helyezés volt bajnokságban 3. helyezés, bronzérem tehát. Európa Liga selejtezőben, nyilván nem a csoportkörben játszhattam párszor. Mégis amikor, ha bár nem lehettem soha a pályán még a válogatottban, de amikor Bernstorck behívott és ott huzamosabb ideig a keretben voltam, az mindenféleképpen egy olyan pont volt, amire nagyon büszkén tekintek vissza, mert ha csak ott lehettem, ha csak labdát szedtettem, az is esetlen nagyon jó volt. De úgy, hogy tényleg játékosként ezt megélhettem, ez egy nagyon nagy dolog. De az utóbbi időben kicsit sikertelenebb volt a pályafutásom, ha lehet így mondani, az előző éveket, mert nem kaptam annyi lehetőséget, amennyit szerettem volna. Ezért azt tudom mondani, hogy az utóbbi időben a legnagyobb élmény és a legnagyobb pozitívum nekem ez a Ferencvárosi győzelem volt. Éppen azért, mert csapatkapitányként vezethettem ki a csapatot, és egy nagyon emlékezetes mérkőzést játszottunk ott. Dávid, a gimnáziumban ismerkedtünk meg a 9. korunkban, úgyhogy hát így elég régóta ismerjük egymást.
Azt gondolom, hogy a meccsnapi szokásai azok nagyon sokat lazultak így az elmúlt időszakban. Ilyenkor én próbálok figyelni inkább arra, hogy tényleg végig tudja aludni az éjszakát, ne legyen abból probléma, hogy mondjuk valamelyik gyerkőc éppen beteg, és fel kell, és felsír. Úgyhogy ilyenkor erre szoktunk figyelni, hogy tényleg kipihenten tudjon felkelni. Meg igazából arra szokott nagyon figyelni, hogy mikor eszik, hogy ez... Időben legyen. Igen, hogy időben legyen. Mindig azt mondja, hogy az éhes kutya jobban harap. Dávid nagyon jó apuka, mit is mondhatnék? Nem, viccet félretéve, abszolút nagyon jó apuka, mindenben feltalálja magát. Sokszor van olyan, hogy ilyenkor munka miatt mondjuk Budapestre szólít az élet, és ő abszolút mindent meg tud oldani, úgyhogy teljesen ügyesen lerakja a lányokat, főz nekik, pelus cserél, mindenben kiveszi a részét, úgyhogy... De hát ez csak így az alapok. Én nekem inkább ami nagyon tetszik, hogy nagyon érzelmes, nagyon odafigyel rájuk, sokat beszélget velük. Meg hát így nagyon hasonlóak az elképzeléseink, hogy mit szeretnénk átadni a gyerekeknek, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá. Jó apuka! Általában, amikor edzésre megyek, akkor egy másfél, egy és negyed órával a kiírt találkozó időpont előtt megyek. Egy, hogy nem szeretek a forgalomtól függeni, bár hál' Istennek itt nincsen, de szeretek nyugodtan vezetni ilyenkor, mert amúgy is a környék megigényli azt, hogy ne kapkodjak. Szeretek hamarabb odaérni, hogy a kötelező ilyen kis saját rutinomat betartsam edzés előtt minden tekintetben. Konditermi edzés, saját magamnak készülődés, hogyha bármi bajom van, akkor azzal tudok foglalkozni, szóval ezért indulok el így másfél órával, egy és negyed órával hamarabb. Azt érzem mindig, hogy minden egyes edzésen a játékoknál kiegyensúlyozott az egymás közti játék, a játékosok között kicsik a különbségek, és nagyon nagy a verseny a csapatba kerülésért minden pozícióban. Ezért is volt, hogy többször a kezdőhöz lett nyúlva, mert nagy a variációs lehetőség a vezetőedzőnek, és mindenki be akar kerülni a csapatban. Néha az eredményekben nem mutatkozott meg, de remélem, hogy az év végén előrébb fogunk végezni, mint a tavalyi szezonban. Az edzés után még közvetlenül megcsinálom azt a kis általános szertartást, amit követel az éppen adott edzés, attól függ, hogy milyen erősségű vagy milyen mesterhelés van. Nagyon figyelek a nyújtásra, sokat nyújtok utána konditeremben, vagy csinálok ami konditermi munkát. Néha szoktunk esetleg olyan eszközökkel is, mint a kriószauna, meg ilyenekkel frissíteni. Ez attól függ, hogy van lehetőség persze. Utána közvetlenül attól függ, amikor van edzés. Ha reggel, akkor megyek haza, és akkor részt veszek a napba még, ahogy tudok a családdal. Ha este, akkor vagy délután, akkor általában nem érek haza fektetésre, mert nálunk korán fekszenek a gyerkőcök, viszont korán is kellnek. Szóval általában akkor már csak egy vacsora meg a pihenés. Átbeszéljük a feleségemmel a napot, és igazából bedülünk az ágyba, mert reggel korán kelünk.